szótárban nézem, hogy a templom mit jelent. A templom szó. És az egyik jelentés az, hogy amikor a római jósok, madárjósok meghatározták, hogy mikor legyen áldozatbemutatás, akkor használták ezt a templom szót, ami azt jelenti, tiszta folt az égen. És ez annyira megragadott, hogy akkor ennek a templomnak a tetejét nyissuk meg üveggel. És ez legyen az a tiszta folt, amit rátaláltam ebbe a templom szóba. És valahol az lett ebben a szép, hogy ha nyári időszakon, vagy napsütéses időszakban itt vagyunk, a napjárása olyan csodálatos, változó fényekkel önti meg a belső teret, amely tényleg megkapó és nagyon szép. És ahogy itt üldögéltem, akkor valahogy beugrott az, hogy azért az egyházban most más viszonyok között él. És talán jobb lenne itt most nem egy ilyen bökhegyi, hegyre épült templomot, hanem ilyen falu között, háza házba egy istállót, egy betlehemi istállót építeni. És akkor ezzel rögtön meg is lett bennem a képlete a háznak, hogy igazodjon bizony ehhez a településnek a ritmusához, házához, ne legyen jóval magasabb, és így jött létre ennek a háznak, templomnak, istenházának kicsit ilyen falusias jellege. Építészeti elképzelése és iránya az volt, hogy itt a nagy társasházak magas, osztatlan beépítés helyett tényleg egy kisvárosi léptékű terekkel, utcákkal, sikátorokkal, majdnem azt mondom, hogy egy sétáló térrel kialakított együttes hozzunk létre, amely együttes négy részből áll, egy saroképületből, folytatásában egy kisebb léptékű lakóház, amely nagyon szép szecessős épülethez csatlakozik, és jobbra tőlünk a görögkatolikus parókia, és ez veszi közre ezt a Miklós teret, meglehetősen tört vonalakkal, ezt is inkább azért, hogy a térnek a változatossága létrejöjjön, és a házaknak a léptéke is, ha így megnézitek a görögkatolikus szemináriumot, vagy az előbb említett szecessziós kis házat, ezeknek a léptékéhez igazodjunk. Igazából az épület együttes négy részből áll. Ez a fő rész a templom, a plébánia. A templom alatt van egy urnatemető, ami nagyon lényeges eleme a templomnak, és a negyedik része, amit nem készült el, ez a bizonyos keresztút, ami körbefogja a templomot, hídszerűen átmegy a nyugati főbejáratnak, tervezett, de nem az lett, kapuzaton, és szépen lejön, mint hogyha Golgotáról jönnék le, a telepre. Hogy élő legyen ez a centrális tér, azért én mindig törekedtem arra, hogy egy irány utasson egy irányba. Itt például ezt a centrális teret, a kórus, a kemény vonala húzza keresztül és irányít az orató a szentély felé. A szentély és az oltár kiebb van ebbe az oratóriumba, de mégis a közösség tölti ki magát a körformát, és a közösség van a centrumban.